Szingapúr. 5,5 milliós metropolisz a Malakka-szorosban, amely a világ legfontosabb teherhajózási útvonalán fekszik. Kelet-Ázsiából, azaz főként Kínából ezen a szoroson jön az áru Európa felé. A város az egyenlítőtől mindössze 2 fokra északra fekszik. A brit birodalomtól 1963-ban függetlenné vált, majd Malajziából 1965-ben szó szerint kipaterolt Szingapúr, az ázsiai kistigrisek legdélebbi állama, ahol az egyfőre jutó GDP meredeken emelkedett a függetlenség elnyerése óta eltelt, majd 60 évben. Szingapúr híres a modern építészetéről, ahol futurisztikus óriásfák, vagy a 150 méter magasan húzódó tetőmedencéjéről híres 2010-ben átadott Marina Bay Sands is áll. A multikulturalizmusára büszke város lakóinak többségét kínai bevándorlók alkotják, de nagy számban élnek itt malájok és dél-ázsiaiak is. Szingapúrt méltán nevezhetnénk Ázsia 1000 színű tükrének is. Az azonban kevésbé ismert, hogy a metropolisz fél évszázadon még krónikus lakáshiánnyal küzdött, amelyet végül egy grandiózus szociális közlakásépítési programmal oldottak meg. Szingapúr modern építészete valójában itt kezdődött. Ha valaki Szingapúrban járva már unja a belvárosi látnivalókat, és kíváncsi a közlakásprogram brutalista mementóira, melyek mindmáig rányomják bélyeüket Szingapúr külvárosainak arculatára, akkor érdemes felülni valamelyik metróra, és kilátogatni a külvárosi panel lakótelepekre, hogy Szingapúr másik arcát is megismerhessük. Én is így tettem. A trópusi panel dzsungel valójában a világ legmenőbb lakótelepe, a legmodernebb, fenntartható megoldásokkal. Fél évszázad alatt messzire jutottak a szükséglakásoktól. Na de szeretnétek megtudni, mit jelentett a szükséglakás Szingapúrban az 1960-as években? Mi az az HDB új város? Miért hagynak egy-egy épületen belül egy-egy emeletet üresen? Azaz mit jelent a void deck építészeti megoldása? Hogyan lehet egyáltalán tájékozódni ebben a trópusi panel dzsungelben? És miért nincs szegregáció az egyes lakótelepeken? Ha mindezekre a kérdésekre érdekel titeket a válasz, akkor olvassátok el a Földgömb következő számában a szingapúri lakásprogram történetéről írt cikkemet, ahol a további részleteket is megismerhetitek. De addig is ennek a videónak a leírásában csatoltam egy linket, ahol böngészhetitek a városról 6 éve megjelent másik írásom is.